Fölényes Fidesz győzelem erősödő Jobbik, a Fidesz-KDNP a szavazatok felét szerezte meg az EP választáson, a Jobbik 16, míg az MSZP kicsivel több mint 8%-ot szerzett. Az európai parlamenti választás úgy tűnik hidegen hagyta a választókat, aki viszont elment, az tudta, hogy mi a tétje az egésznek. Szó szerint csak szállingóztak az emberek a szavazókörökbe vasárnap. A szavazásra jogosult halasiakat úgy tűnik jobban érdekelte a gyermeknap vagy a családi szabadidős programok. A tét pedig nem volt kicsi, erős magyar érdekképviseletre van szükség az Európai Parlamentben. Azért tartottam fontosnak, mert ez hazafias kötelességünk is, és nincs ilyen váltás, olyan váltás, én ő mellettük állok, mióta vannak, és ő rájuk szavaztam múltkor is, meg most is arra a pártra. Azért az a sok, mint amit Európa tönkretenne Magyarországon, ugye ott van a akác, ami hát Mária Terézia hozta be az akácot, pláne erre, homokos földre, hogy megkösse, meg ugye a magyar méz, az akác méz, az világhírű. És hát ezt is most egyesek azt mondták, hogy ez nem kell, fölösleges, hát azért nekünk kell, mert valamiből a magyar mindig a földből élt, nem pedig len a számítógépből, meg ebből abból, az is kell, de kapán is kell, szóval. Mett László a Szent József Katolikus Iskolában lévő szavazókörben adta le voksát, mint mondta, fontos a véleménynyilvánítás. Mi is az Európai Unió része vagyunk, és nagyon lényegesnek tartom azt, hogy olyan képviselők jussanak be az Európai Parlamentbe, akik megfelelően tudnák képviselni Magyarország érdekeit. Én szerintem az a lényeg, hogy a súlyunk nekünk is növekedjen, tehát komolyabban vegyenek minket, és ne tegyék lehetetlenni azokat a törekvéseket, amit végülis az ország érdekében most a kormány képvisel és csinál. Lukács István úgy véli, minden ilyen döntésnek hosszú távú hatása van, éppen ezért gondolta úgy, hogy eljön szavazni. Szerintem, hogyha nem jövünk el, akkor egyértelműen arra szavazunk, ami van, és akkor hát reméljük, hogy kicsit jobb lesz itt a mi sorsunk is, a fiataloké is, meg természetesen a gyerekeinké, meg hát a, hogy mondjam, az egész generációé. A választás.hu szerint az arra jogosultak 25%-a kereste fel a 10 000 szavazókört az országban. A megyei részvételi arány 24,76%, míg a kiskunhalasi ettől valamivel elmarad. 5656-an szavaztak, ez 24,14%. A vasárnapi választás eredményeként 12 Fidesz-KDNP-s, 3 jobbikos, 2 MSZP-s, 2 DK-s, 1 együtt PMS és 1 LMP-s képviselőt küld hazánk az Európai Parlamentbe. Dupla gyereknap volt Halason, szombaton a Konok-Kunok, vasárnap pedig a város látta őket vendégül. A halasi motorosok a Sóstó partján építettek egy nagy játszóteret. A rendezvény egyben jótékonysági is volt, 2 beteg gyermek javára gyűjtöttek a szervezők. Ismét összefogtak a motorosok, most a gyerekek számára varázsoltak egy játékbirodalmat a Sóstó partjára. A gyerekek aztán mindezt örömmel fogadták, egészen estig tartott, mire mindent kipróbáltak. A mászófalat, meg van itt ingyenes rambulin, meg lehet enni vattacukrot. Ugrálóvárazni, meg falat mászni. Mi az, amit még ki szeretnél próbálni? Még ki szeretném próbálni a pónilovaglást. Öröm volt ez a nap a gyerekeknek, a szülőknek és a nagyszülőknek is. Én nagyon örülök, hogy Halason van ez, és Halasra hozták, de én nagyon remélem, hogy nem csak egy van. És nagyon remélem, hogy most a gyereknap alkalmából sok-sok helyen vannak civil emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy mi családok, nagyszülők, szülők, gyerekek legalább egy délelőtt vagy egy nap erejéig együtt legyünk. De ez a rendezvény, ez kiváló. Ez kiváló. Ezt bizonyítják a gyerekek, akik itt sikonganak és tömörülnek közöttünk. Ez egy kiváló rendezvény. Csak köszönettel tartozunk ennek a civil szervezetnek, hogy valóban a motorozás mellett erre is gondoltak, hogy mit jól érezzük magunkat. Nagyon csodálatos dolog adni, és gyermeknap van. Mi is motorosok ugyanolyan családapák, és ugyanolyan családos emberek vagyunk, mint bárki a hétköznapi életben. És úgy gondoltuk, mivel a klubunk is egy családi alapon szerveződött motoros klub, de így ezt a napot lőjük be a mi napunknak, a családi napot. Így áldja meg ezeket a motorokat, és minden embert, minden családot, akinek családjában gépjármű és motor van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
A motorosok a jótékonysági rendezvény bevételét egy halasi és egy kelebiai beteg gyermek javára ajánlották fel. Természetesen most adományt próbálunk gyűjteni két beteg kisgyermeknek, illetve egy szemléletváltást próbálunk kiharcolni, hogy a motoros az egy ugyanolyan ember, mint a többi, hisz mi is családos, gyermekes, nagypapás emberekből tevődünk össze. A motoros gyereknapra szép számmal érkeztek a határon túlról is. A vajdasági motorosoknak is irányadó lehet a halasiak közösségi összefogása. Szeretnénk az az igazság, mink is átvenni ezt a szokást tőlük. A közeljövőben mi is ezt szeretnénk megtenni Vajdaságban, Martonoson, és remélem, hogy sikerülni is fog. Ez a jó barátság, ez mindenféleképpen mind a kettő részünkről jó, és szerintem ápolni is fogjuk a közeljövőbe is. Minden munkafázis ütemterv szerint halad, már közel 30%-a elkészült az új csatornahálózatnak Jánoshalmán. A település polgármestere azt mondja, a zaj és a felfordulás ellenére a lakosság nagyon jól tűri a munkálatokkal járó nehézségeket. A tervek szerint őszre teljesen befejeződik a város eddigi legkomolyabb beruházása. Ilyen gépekkel találkozhatnak nap mint nap a település utcáin a jánoshalmi lakosok. A munkálatok a Jánoshalma város szennyvíz csatornázása és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt részeként valósulnak meg. A település önkormányzata mindenre 2.481.729.363 forintot nyert. Az új Széchenyi terv keretében az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásával. Kicsit jobbra. Még. Jó, jó. A szakemberek azt mondják, minden munkafázis ideális ütemben halad. Hosszas előkészítő munkák után ezért márciusában elkezdődött a csatornaépítés a településen. A elkészített műszaki ütemtervnek megfelelően halad az építés. Körülbelül 15 ezer folyóméteren készült el a Genis csatorna. A teljes mennyiség ez olyan 41,5 ezer méter, aminek el kell készülnie. Ennek a várható befejezése ez év őszére ugye a teljes csatornahálózat lefektetésre kerül. Ezzel párhuzamosan elkezdődtek a csatornahálózathoz szükséges szennyvízátemelőknek az építési munkája a településen, illetve a jövő hónapban meg fog kezdődni a településen jelenleg is üzemelő csatornahálózatnak a rekonstrukciója. Ilyen és ehhez hasonló zajokkal jár a csatornázás, azonban a polgármester szerint a lakosság igazán türelmes, és elégedettek az eddig elért eredményekkel. Minden lakossági visszajelzés, ami eddig hozzánk érkezett, arról szól, hogy ők azt várták, hogy majd hetekig nem lehet beállni az ingatlanokra, és sokkal nehezebb lesz a megközelíthetőség és az úton járni. Azt kell mondjam, hogy csupa pozitív a tapasztalat ezzel kapcsolatban, mert épp az ellenkezőjéről szólnak a lakossági visszajelzések. Ezzel egy időben a szennyvíz tisztító telepen is gőzerővel folynak a munkálatok, itt épül ugyanis a teljesen korszerű tisztítórendszer. A polgármester egyelőre arra kéri a lakosokat, várjanak türelemmel, hisz aki nem tesz elhamarkodott lépéseket, egy most napvilágra hozott lehetőség révén igazán jól járhat. Az állami támogatás növekedése várható, tehát elképzelhető az is, hogy a telek határon belüli résznek a kiépítése is ebből a megnövekedett állami támogatásból majd lehetővé válik. Tehát arra kérem a lakosságot, hogy egyelőre a telek határon belüli részeket ne építsék ki az ingatlanaikon, egyrészt a finanszírozás miatt, másrészt mert úgysem lesz beköthető, amíg üzemkész nem lesz a mögöttem lévő épület. Most még ez a régi technika dolgozik gőzerővel, a tervek szerint azonban néhány hónapon belül már egy teljesen megújult technológiával tisztítják majd a szennyvizet Jánoshalmán. Idén nyáron is szeretnének államilag támogatott ebédet adni a rászoruló gyerekeknek. Halas 400 gyermeket tervez bevonni a programba. A tanévből már csak bő két hét van hátra, így a családsegítő szolgálat azt kéri, keressék fel az irodát azok, akik gyermekvédelmi határozattal rendelkeznek és szeretnének részesülni az ebédből.
Ez még nem biztos, ezt mindenkinek el szoktuk mondani. Jó. Azt sem tudjuk még, hogy maga a helyszín hol lesz bonyolítva, tehát melyik lesz az étkezési helyszín. Erről is fognak majd tájékoztatást kapni. A Halasi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál megkezdték a felkészülést a nyári gyermekétkeztetésre. Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan most is pályázott állami segítségre, hogy a vakáció ideje alatt ingyenes ebédet tudjanak biztosítani a legnehezebb helyzetben élő gyerekeknek. Hír még nem érkezett a támogatásról, de mivel közeleg a szünidő, már előre összeállítják az ebéd várományosainak listáját. Ebben az évben is szeretnénk a nyári szünetet egy kicsit könnyebbé tenni a családok számára. Olyan családok jelentkezését várjuk, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, és ha minden igaz, és az önkormányzat pályázata sikerrel jár, akkor ebben az évben is ezek a gyerekek nyári gyermekétkeztetésben részesülnének. A tervek szerint, illetve a pályázat szerint 400 gyermek jelentkezését várjuk, és szeretnénk is kérni a szülőket, hogy aki gyermekvédelmi támogatásban részesül, az minél hamarabb jelentkezzen. Kolompár Katalin adatait már felvették. Számít arra, hogy jut majd nyári ebéd a gyermekeinek. Ez jó, mert hát végül is nálam mind 4 gyerek van, és akkor ez most a nyári időben jó jön. Katalin kisfia még óvodás, és van 3 iskolás gyermeke is. Azt mondja, nagyon nehéz a megélhetés. Meg kell gondolni, hogy miből mit ad enni a kicsiknek. Ha lenne nyári gyermekétkeztetés, akkor csak a reggeliről és a vacsoráról kellene gondoskodnia. Nehéz, nehéz. 4 gyerekkel is 6-an vagyunk, és akkor nagyon nehéz nekünk. Több 100 halasi gyerek van, aki rászorulna a nyári ebédre. Azt kérik azok, akik megfelelnek a kritériumoknak, minél előbb személyesen jelentkezzenek a családsegítő Túri József utcai, vagyis a Sziládi Gimnázium mögötti irodájában. A jelentkezőknek az érvényes gyermekvédelmi határozatot, illetve a gyermekek tajkártyáját kell magukkal vinni. Csak úgy, mint tavaly, most is a vakáció elejétől a végéig tervezik a rászoruló gyerekek ebédeltetését. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben is ez nagy segítséget jelentene azon családok részére, akik kevés jövedelemből élnek, és így könnyebben meg lehetne oldani a gyermekek étkeztetését. Ha sikerül a pályázat, akkor a tervek szerint a tanév befejezésétől, tehát június 16-ától indulna a nyári gyermekétkeztetés, és várhatólag a nyári szünet végéig, augusztus végéig tartana. A Központi Református Általános Iskola centenáriumi rendezvény sorozatának egyik kiemelkedő állomása volt az a kézilabda gála, ahol nem csak a jelenlegi játékosok, hanem az intézmény korábbi diákjai is pályára léptek. Elfogadta a szervezők meghívását a több mint 250-szeres válogatott Horváth Klára, vagy éppen a nemzetközi kupagyőztes Tápai Szabina is. Nagyszabású kézilabda gálát szervezett az idén 100-esztendős Központi Református Általános Iskola. Szinte teljesen megtelt a Horváth István sportcsarnok összes lelátója, amikor Nagyné Lehocki Zsuzsanna igazgatónő köszöntötte a megjelenteket. Az intézményvezető szerint a sport az egyik védjegyük. Törekszünk arra évtizedek óta, hogy a természetesen a tanulás a legfontosabb, de mellette más területeken is kipróbálhassák és megmutathassák gyerekeink magukat. A gálán a legkisebbek is pályára léptek, közben azonban sorra érkeztek a vendégek. Horváth Klára egykori válogatott kézilabdázó fontosnak tartotta, hogy itt legyen az ünnepen. Én kiskolosan kezdtem a kézilabdát, éppen ezért ez a szülőhazám, és minden egyes rendezvényre, ahova hívnak, el szoktam jönni, és nagyon örülök neki az, hogy a kudarcok ellenére is ilyen utánpótlás nevelés van Halason. Pap Mihály testnevelőként és kézilabda edzőként is sikeres volt az iskolában. Nagyon vártuk, hogy el tudjunk jönni. Készültünk, mert az idei bibókupát is megnéztük. Remélem jól fogjuk érezni magunkat, és újra találkozunk játékosokkal, edzőkkel, kollégákkal. Gyerekekkel már nem, mert azért 14 év alatt most már nagyon bízom, hogy az egyetemen, főiskolán vannak azok a tanítványok, akiket mi indítottuk el. Vörös Henrietta itt kezdett el kézilabdázni, lett sikeres NB1-es játékos, ma már 2 gyermek édesanyja, szívesen jött el ő is a találkozóra. Nagyon jó érzésekkel jöttem vissza, mert ugye nekem a szűcsiskolát, onnan indult el a kézilabdás pályafutásom, úgyhogy teljesen csak pozitív és csak nagyon jó érzések vannak. A másik dolog, én egyébként rendszeresen járok Halasra, mert azért ugye
jövünk haza nagymamázni, meg unokatesózni, úgyhogy mert van már ugye két kislányom, és akkor tényleg rendszeresen haza látogatás, de nagyon szeretek itt lenni. Szinte kiürült a terem, amikor megérkezett Tápai Szabina. Az EHF kupa győztes játékos kisfiával, Bencével érkezett. Én a Szűcs iskolában ismerkedtem meg eleve a kézilabdával, a Papmisi bácsinál, meg a Simon Laci bácsinál, úgyhogy igazából ők adták meg az alapot az úgymond karrieremnek is. Nekik köszönhetem azt, hogy lett belőlem egy NB1-es kézilabdázó. Észlelsz már a visszatérésre, illetve ez mikor következik majd el? Mindenképpen szeretnék visszajönni, most egy kicsit úgy dilemmában vagyok, hogy mikor, de jönni fogok valamikor, még ez a jövő titka, hogy mikor, még nehezen hagyom otthon a Bencét. A gálán többek között Szabina, Henny és Horváth Klára is bebizonyította, hogy nem kopott a tudásuk. A fiatalok pedig láthatták, hogy mekkora szerepe van a sportnak a 100 éves iskola patinás történelmében. Nem zár be, inkább fejleszt a halasi malom. A cég vezetése cáfolja a dolgozók elküldéséről szóló híreket. A malom készül az új búza felvásárlására. Egy év múlva pedig szeretnének átállni egy új technológiára. Napi 150 tonna liszt kerül zacskókba és zsákokba, majd innen a boltok polcaira, illetve a sütődékbe. A halasi malomban hétköznaponként három műszakban dolgoznak, hogy teljesíteni tudják a megrendeléseket. Nemrég beszédtéma lett a malom a városban. Az a szóbeszéd kezdett terjedni, hogy baj van, mert lehet, hogy bezár az üzem, és elküldik a dolgozókat. A cég kereskedelmi vezetője viszont azt mondja, szó sincs erről. Hála Istennek ebből semmi nem igaz. Ellentétben a pletykával pont, hogy cégünk bővül és fejlődik, bár lehet, hogy pont ezért került napvilágra ez a pletyka, hogy megvettük a szegedi malmot, és ott is indítjuk az őrlést ősszel. Halasi malmot egy picit átalakítjuk, továbbra is búzát fogunk őrölni, annyi, hogy valószínűleg nem étkezési búzát, hanem durum búzát fogunk őrölni, amit a tésztaipar fog felhasználni. Láttunk egy kis piaci lehetőséget, abban egyre elterjedtebb a durum liszt használata a durum tésztákhoz, és ezt a kis piaci részt szeretnénk kihasználni. A halasi malom technológiáját és gépsorait várhatóan egy év múlva alakítják át. Addig a jelenlegi berendezésekkel őrülnek. Már készülnek a közelgő aratásra és a felvásárlásokra. Több helyről idején is fogunk vásárolni nagyobb mennyiségben, és a környékbeli gazdákat is várjuk. Ez, amiről beszéltünk, átalakítás, felújítás, ez körülbelül egy év múlva fog elkezdődni, tehát ebbe a következő szezonban, ami most aratástól jövő aratásig tart, teljes ugyanilyen kapacitással fog működni, sőt egy kicsit nagyobb kapacitással a halasi malom, úgyhogy észtivum búzát vásárolunk föl most júniustól, ide Halasra is, de már Szegedre is vásárolunk nyártól fel. A halasi malmot is működtető cégcsoport dinamikusan fejlődik, így nem értik, miért tartanak a helyiek elbocsátásoktól és a malom bezárásától. Cégünk elég nagy, a Szatmári Malom Kft. 3 malommal működik per pillanat. Most készül el Veszprém mellett egy új malmunk, ugye megvettük a szegedi malmot, ami bővül, működünk itt Halason és Jászberényben egy új malommal. Körülbelül 9 milliárdos árbevételünk volt a tavalyi évben, és nyereségesek vagyunk. Ezen kívül a cégcsoporthoz tartoznak még autószalonok, 3 nagy tejüzem, épületgépészeti áruházlánc, körülbelül 45 milliárdos a cégcsoport tavalyi árbevétele. Csak a Malom Kft-ben több mint 100 ember dolgozik, cégszinten közel 1000 embernek adunk munkát. Megkezdik a munkaterület átadását a kivitelezőknek. Az engedélyezéseket követően indul el a térségben az ivóvíz minőségjavító program. Szerteágazó feladat vár a kivitelezőkre, lesz például kútfúrás, víztoronyépítés és hálózattisztítás. Tiszta és minden előírt értéknek megfelelő vizet vár a térség, és ennek egyre közeledik a megvalósítása. A cél érdekében összefogott 14 település ivóvízminőségjavító projektje egy újabb állomásához érkezett. Megkezdődött a munkaterület átadása. Összehívtuk a kivitelezőket, érintett közműszolgáltató képviselőit, hatóságok képviselőit és minden műszaki osztály képviselőit, hogy nyilatkozzanak erről, hogy a kivitelezés munkákat megelőző tervezési munkákra és úgy általában erre a munkaterület átadásra hozzáállásokat megadják. Egy konzorcium látja úgymond a fővállalkozói tevékenységet, ez szét van egy kicsit osztva munkafázisokra és
településekre is. Nyilván mind a 14 érintett településen egyszerre nem tud megindulni, szakaszolva lesz ütemezve, erre készültek ütemtervek. A mindennapi vízünk ivóvíz minőség javító önkormányzati társulás több mint 2 milliárd 735 millió forint támogatást kap az Európai Kohéziós Alapból, illetve a Magyar Köztársaság költségvetéséből. A program az új Széchenyi terv keretében valósul meg. A feladatokból Halasra jut a legtöbb. Ezen a területen van a legnagyobb része egyébként a beruházásnak. Itt víztoronyépítés, technológiai beruházás, tehát ilyen tisztító technológiai beruházás, illetve meglévő vezetékeknek is bizonyos felújítása, javítása fog megtörténni. A kivitelezéssel a Dunaaszfalt Kft., a Kristály Kft. És a Halasi Vízépszol Kft. Alkotta konzorciumot bízták meg. Lelkesen készülünk, jelenleg a tervezés van folyamatban. Nagyjából kialakulnak a segítő partnerek, úgy mint víztorony, állító, kultfúró vállalkozás, akkor a hálózatépítéssel kapcsolatos kivitelezők. Végül nem kis feladat lesz részünkről ezt a szerteágazó műszaki tevékenységet 15 helyszínen, 16 helyszínen kell megvalósítani. A tervezések, engedélyeztetések után minél hamarabb szeretnének nekilátni a kivitelezésnek, mindezt úgy, hogy közben ne maradjanak víz nélkül a lakosok. A munkát természetesen úgy végezzük, hogy ahol létező vízkezelők vannak, azok folyamatosan üzemelni fognak addig, amíg az új üzembe nem helyezhető. A tervezéskor a megbízható megoldásokat keresték, és fontos feladat lesz a hálózatok tisztítása is, hiszen így jut el a háztartásokban megújult minőségű víz. Igyekeztünk olyan megoldásokat választani, amik részben üzemköltségükben nem drágák, másrészt megbízhatóak, és gyakorlatilag az üzembehelyezéstől kezdve biztosítanak egy jobb vízminőséget. Ahhoz, hogy ezt a lakosság is megérezze, nyilván az arzén tartalmat nem érzik, mert az nyilván csökkenni fog, de ezt nem tudják érezni. Ugyanakkor a víz ammónium tartalmát el fogjuk távolítani, így az stabilan viselkedik majd a hálózatban ez a víz. Ahhoz, hogy a lakosság is ezt érezze, a hálózatnak egy megfelelő előtisztítására lesz szükség. A tervek szerint 2015 közepére, őszére készülnek el mindennel a kivitelezők. Összegezték az elvégzett munkát. Ma tartották a Halasi Kórház projektzáró sajtótájékoztatóját. Az intézményt egy 3 milliárdos beruházás keretében a 6. szintig úgy újították fel, hogy közben folyt a gyógyítás. 3 éve tartó nagy munkán vannak túl. A térség 150 ezer lakosának gyógyításáért felelős Halasi Kórházban mostanra új épületrész, korszerű orvosi berendezések, például új CT és digitális röntgen, valamint új informatikai és betegirányítási rendszer fogadja a betegeket. Teljesen megújult az egynapos ápolás, az intenzív osztály, a gyermekosztály, valamint a szülészet-nőgyógyászat is. Ezeken az osztályokon például a betegeket már olyan szobák fogadják, amelyek saját mosdóval rendelkeznek. A beruházás során a 6. szintig elvégezték a nyílászáró felújítását is. A fejlesztéseket az intézmény projektzáró sajtótájékoztatóján idézték fel. Nagy mértékben megújult az épületnek a homlokzata, mindenképp számra látható az új toronyépület, megújult az eszközparkunk, közel 1 milliárd forintos értékben teljesen új műszerek kerültek beszerzésre, már 2 éve működik a radiológiai osztályunk, most már teljes mértékben belaktuk és használjuk. Illetve hát a projekt most záródik le a holnapi nap, tehát május 31-ével a projekt lezárul, több mint 3 milliárd forint értékben valósult meg beruházás, eszközbefejlesztés. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, azonban üröm az örömben, hogy még azért az intézménynek a fele felújításra vár. Én azt gondolom, hogy a itt dolgozók nélkül ez a beruházás nem valósult volna meg ilyen szinten, hiszen a betegellátásunkban semmiféle fennakadás nem történt, nem hogy csökkent, hanem inkább nőtt a betegellátásnak a száma, minősége, azt gondolom, nem romlott. Amennyiben a kormányzat támogatja a jövőben, akkor szerintem egy teljesen új kórház jöhet létre. Fárasztó volt, mindenki számára fárasztó volt, most bizonyos garanciás javítások miatt még újabb munkálatok várnak a dolgozóinkra,
remélhetőleg egy-két hónap belül most már igazán élvezhetjük ennek az minden örömét. A garanciális javítások mellett még folynak a program utolsó pénzügyi elszámolásai is. Pénzügyi részre hátra van még a záró kifizetési kérelemnek a benyújtása tulajdonképpen, illetve a mi kifizetéseket benyújtottunk. Már azoknak a kiegyenlítése, ez jelentős részben szállítói finanszírozásos, amit közvetlenül fizetnek ki a szállítóknak, tehát nem a kórházon keresztül fut. A projektmenedzser azt mondja, voltak nehéz pillanatok, de mostanra minden összeállt, és ő is, mint a főigazgató bízik abban, hogy lesz még folytatás, és az intézmény többi része is megújulhat majd. Minden jó, ha vége jó, hát vége jó lett, úgyhogy most május közepéig gyakorlatilag mindent megcsináltunk, mindent beszereztünk, mindent felépítettünk, és hát remélem, hogy üzemeltetni is fogjuk. Nagyon kemény 3 évvel mögöttünk, 2011 májustól most május végéig. Amit elterveztünk, ami az eredeti terveinkben szerepelt, az megvalósult. Hát természetesen ez messze van attól, amit szeretnénk, hogy megvalósulhatna. Gyakorlatilag egy teljesen új, teljesen modern kórház létrehozása, hát az sajnos még előttünk áll, hogyha lesz erre megfelelő keret. A kiskolasi Semmelweis kórház struktúra váltását több mint 2,8 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió és az Európai Szociális Alap. A beruházás az új Széchenyi terv keretében valósult meg. Palacsintát sütöttek és játszottak. Ma délután tartották a Bernát Kollégium és a Máltai Szeretett Szolgálat halasi csoportjának közös gyermeknapját. Holnap pedig kirándulnak a gyerekek. Többen még soha nem ültek vonaton, így nagyon várják már az utazást. Sült a palacsinta a Bernát Kollégium udvarán. Az intézményben lényegében nem gyermeknapot, hanem gyermekhónapot tartottak, ugyanis egymást érték a gyerekeknek szóló rendezvények. Május hónapban rengeteg gyermekprogramunk van, és a gyermekprogramoknak a sorozatában ez az utolsó előtti állomás a mai, ahol egy gyermeknapi játszóházat szerveztünk. Fellép a Grapevine Akrobata csoport Kecskemétről, és a Máltai Szeretett Szolgálattal közösen szervezett napunk során lesz egy játszóház, egy játszóudvar is a gyermekeknek. És holnap fejeződik be a gyermeknapi rendezvénysorozat egy nyíregyházi kirándulással. Volt itt aszfaltrajzverseny általános és középiskolásoknak, játékos sor- és váltóverseny, kim voltunk a Máris tanyán, környezeti totó. A gyerekek jól érezték magukat a Bernát kézműves napon, és amit lehetett, kipróbáltak, illetve megkóstoltak. Trombolinozni, ilyen rejtvény megoldani, majd nem sokára lesz egy ilyen bemutató, meg lesz ugrálóvár, és többet én meg nem, hát nem tudok nagyon, meg lehet inni, meg enni. Nagyon tetszik. Mit lesz nekünk? És szerintem a trombolin is nem sokára elkészül, és itt lesz az ugrálóval és a játszóház. Jó, hogy vannak ilyen gyereknapi rendezvények? Szerintem igen. A Máltai Szolgálat helyi csoportja szívesen közreműködött a kollégium gyermeknapján. Mivel a gyerekekről van szó, a gyerekek egy kicsit szívügyünk is, tehát kifejezetten, és azért próbálunk egy picit segíteni, illetve próbáljuk őket, amivel tudjuk támogatni. Most jelen pillanatban palacsintát sütünk nekik, egy kis csemege a gyerekeknek, azt gondolom, hogy ezt igencsak minden gyerek szereti. A Máltai Szolgálat halasi csoportját már jó ideje segítik önkéntes diákok. Volt, hogy fánkot sütöttek, volt, hogy takarítottak, télen adományokat gyűjtöttek és segítettek azok szétosztásában. A szolgálat helyi vezetője azt mondja, bármilyen feladat van, számíthatnak a fiatalokra. Ennek a diákcsapatnak én nagyon-nagyon örülök, ugyanis ők önként jönnek, őnekik nem az 50 órás letöltendő kötelező munka van, hanem ők önmaguktól jönnek, aminek kifejezetten nagyon örülök, és tényleg lelkesek. Ha felnéznek a tévé képernyő sarkára, mától már nem a régóta megszokott halacskát látják, hanem a Halas Média új arculatát tükröző emblémát. A Rácfodor Katalin grafikus művész tervezte halacska, 23 évig jelképezte a Halas Televíziót. Az új embléma a médiacsoport átalakulását jelképezi, és követi az internetes hírportálunkon már megjelent stílusjegyeket. A tervek szerint még az idén megtörténik az arculatváltás a halasi tükörnél is.